Hogy a Manóba lehet pénzt megtakarítani? Sziasztok, én Otto vagyok, és most megtudjátok, hogyan spórol valaki, aki sváb családba született. Ebben a videóban összegyűjtöttem 13 spórolási tippet kezdőknek, azaz olyanoknak, akik eddig még nem foglalkoztak a pénzügyekkel, és általában lenullázzák a bankszámlájukat a hónap végére. Bemutatok pár nagyon alapvető dolgot, ami segít ráérezni magára a mentalitásra. Ha teljesen kezdő vagy a témában, a következő spórolási tippek megmutatják, miként alakíthatsz ki egészséges pénzügyi szokásokat, és hogyan spórolhatsz hatékonyan. Vágjunk is bele! A spórolásnak az a lényege, hogy a megszerzett pénzt valóban félre is teszed, és nem költöd el már a fizetésnapon valamire. Mint hogy annyi más dologban, a spórolásban is az első lépéseket a legnehezebb megtenni. Ahhoz, hogy értelmezhető mennyiségű pénzt tudj megtakarítani, szembe kell nézned a rossz szokásaiddal, és sajnos muszáj életmódot váltanod. Ha ezt a videót nézed, az már jó jel, hiszen felismerted, hogy szükséged van változtatni valamit. Ez azért fontos, mert valóban csak így kerülhetsz ki a pénzügyi mókuskerékből. A spórolás ugyanis nem pénz, hanem sokkal inkább tudatállapot és viselkedésmód kérdése. A képlet egyszerű, a jövőbeni szükségleteidet a jelen idejű vágyaid elé kell helyezni, mivel a jövőbeni érendnek teszel félre. A jó hír azonban, hogy a spórolás nem atomfizika. Bárki képes rá, még én is! Kezdjük is az elején! A megfelelő adminisztráció a spórolási tippek alfája. Tudom, majd fejben összeszámolod. De ha valós eredményeket akarsz, akkor ez az egyszerű technika a legégetőbb költési problémákra világít rá. Meglátod majd, hogy mire költöd a legtöbbet, és hol tudod jobban megfogni a pénzt. Ez mindennek az alapja. A költségeid követésére használhatsz simán papírt és ceruzát. Ám én azt javaslom, inkább digitális formában vezesd a tételeket, akár egy saját költségvetés formájában. Használd bátran az általunk készített háztartási költségvetés sablon. Link a leírásban. De rengeteg spórolás app közül is válogathatsz, amik hasonló funkciót töltenek be. Ilyen például a magyar fejlesztésű Coin is, de akár a netbankos felületeken is találsz ilyen lehetőséget. Ha ismersz még olyan alkalmazást, ami hasznos lehet, írd le kommentben. Adósság törleszteni kell. Igen, ez nagyon fontos, és az összeset. Főleg az áruhiteleket. Míg a megtakarítás lényege, hogy a jövőbeni éned számára félreteszed és lemondasz a mai fogyasztásodról, addig a hitelek ennek pont a fordítottja. Azaz a hitellel a jövőbeni bevételeidet éled fel most. Egészen addig nem lehet komoly megtakarításokban gondolkodni, ami kölcsönök terhelik a pénztárcádat. A megtakarítás pszichológiájáról már írtunk bővebben, találsz hozzá linket a leírásban. Természetesen nem arról van szó, hogy a jövő héten vissza kell fizetni a diákhitelt az utolsó fillérig. Dolgozz ki inkább egy intenzív stratégiát, amivel a lehető legrövidebb idő alatt megszabadulhatsz a nyomasztó pénzügyi terhektől. Próbáld ki a hógolyó módszert. Készíts listát a hiteleidről összeg szerint növekvő sorrendben. A nagyobbakba annyit törlesz, amennyit feltétlenül szükséges, a kisebbekbe viszont tegyél lehetőségeidhez mérten annyi extra pénzt, amennyit csak tudsz. Folytasd ezt a taktikát egészen addig, amíg vissza nem törleszed a legkisebb adósságodat, majd kezd el hasonlóan nagy intenzitással törleszteni a soron következőt. És így tovább. A hangsúly itt nem a matekon van, hanem a sikerélményen. Abban a pillanatban, ugyanis, ahogy sikerül már egyetlen adósságot is rendezned, a többi sem tűnik olyan lehetetlennek. Ne halogass soha a tartozásaidat, inkább légy rajtuk túl, minél előbb. Képzeld, a halogatásról is írtunk már, ezt is megtaláld a leírásban. Van pár adatom a KSH-tól. A magyar lakosság kiadásainak közel harmada az élelmiszerekre ment el 2018-ban. Ez komoly arány, amit persze befolyásol az átlagkereset is, de lényegében azt mutatja, hogy sokat költünk élelmiszerekre. Persze sokan azt gondolják, hogy csak a legszükségesebbeket vásárolják, de valójában ez nem így van. A megoldás az, hogy bevásárlás előtt írd össze a következő heti menüt, és ehhez szükséges alapanyagokat. Ezen kívül semmit ne tegyél a kosárba.
Az impulzus vásárlás különösen az édességek, mosolnivalók és egyéb apróságok szempontjából veszélyesek. Ezek ugyanis olcsók, megvásárlásukkor pedig egyáltalán nem érzed, hogy szórod a pénzed. Ám valójában pont ez a sok észrevétlen kis apróság az, ami összeadva a legtöbbet viheti el egy-egy hétvégi nagy bevásárlás során. Spotify, HBO Max, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Biztosan elő kell fizetned az összesre. Gondold át, melyik szolgáltatót használod a legritkábban, és próbálj meg csak egyet-egyet, maximum kettőt megtartani. Amelyiket nem használod heti 3-4 alkalommal, annak sajnos mennie kell. Ugyanez vonatkozik a bulizásra is. Próbáld meg az átmulatott estéid számát heti-havi szinten minimalizálni, vagy válasz költségkímélőbb szórakozási formákat. Például hívd át magadhoz a barátaidat társashozni, vacsorázni. Egy-egy átmulatott éjszaka eléggé meg tudja csappantani a számláidat. Érdemes erről inkább leszokni. Viszont ha társashoztok, akkor az együtt töltött idővel is gazdagabbak lehettek. Egy vásárlásnál a márkát fizeted ki legtöbbször, nem a terméket. És a cégek rengeteget költenek arra, hogy egy márkát megkedveltessenek veled. Emiatt micsoda meglepetés, hogy a nagy márkák termékei sokszor indokolatlanul túl vannak árazva. Nagy rá az esély, hogy az általad ismeretlen mosószer is hasonlóan hatékony, mint azé a népszerű márkái, amit kétszer annyiért vásárolsz meg. Én azt mondom, hogy kísérletezz a kevésbé ismert márkás termékekkel, vagy próbáld ki a drogériák, boltok saját márkás kínálatát is. Hidd el, rengeteg esetben gyakorlatilag nincs különbség közöttük. És ezt nem én találtam ki, hanem a kutatások is igazolják. Nézz utána! A drágább termékeknek sokszor nem a minőségük jobb, hanem a marketingjük. Wow! A legjobb az, ha rendszeres utalásokat vagy csoportos beszedési megbízásokat állítasz be. Így nem kell saját kezűleg, egyesével pénzt helyezni a megtakarítási számládra. A bankod megteszi helyetted. És ez így szép. Ezek után biztos nem fogod véletlenül elfelejteni, félreteni azt a bizonyos összeget. Vagy lépj szintet és használj direkt spórolásra kialakított automatizmusokat. Ilyen például a Revolut Volt szolgáltatása, amely kártyás fizetés esetén automatikusan félretesz egy bizonyos összeget a megtakarítási számládra. Kicsit olyan, mintha vásárlások után mindig félretennéd a visszajárót, vagy annak 2-3-szorosát. Ha tudsz jobb módszert, dobd be a kommentek közé. Bónuszt, karácsonyi prémiumot, ajándékpénzt kapsz. Legyen bármekkora összeg, mindig bölcsen használd, és semmiképpen se éld fel azonnal. A legjobb, ha beforgatod az adósságai törlesztésébe, vagy egyből félreteszed, vagy vésztartalékot képzel belőle. De a legjobb, ha mindjárt be is fekteted valamibe, a lényeg, hogy ne költsd el. Tudom, hogy meglepő, de a befektetések alapjairól is írtunk már. A linket megtalálod a leírásban. Éves szinten komolyabb összeget is meg tudsz menteni a rezsin. Ide beletartozik a hűtés, fűtés, vízfogyasztás, elektromos áram, vagy akár a telefonszáma is. Egy-egy égve hagyott lámpa, bedugva vagy készenlétben hagyott elektromos eszköz, csöpögő csap, rossz szigetelés komoly összeget jelent éves szinten a rezsiben. Eztelen fűtés helyett telente húzz inkább egy plusz pulóvert a lakásban is. Állíts be időzítőt a zuhanyzáshoz, húzd ki az elektromos eszközeidet a konnektorból, ha már nem használod őket, és válts olcsóbb internet előfizetésre. Ilyen is ehhez hasonló kis módszerekkel a rezsin is sokat spórolhatsz, a fennmaradó összeget pedig ugyancsak félreteheted. Egy-egy átgondolatlanul kedvezőtlenül működő biztosítási vagy banki szerződés miatt rengeteg pénzt égethetsz el feleslegesen a havi büdzséből. Gondolj csak a kiegészítőkre, amikről azt sem tudod, hogy mire valók. Érdemes az összes ilyen szerződésedet szakértővel átnézni, és ahol csak lehet, kedvezőbb feltételekkel újra szerződni, vagy szolgáltatót váltani. Egy ilyen vizsgálat sokszor még pénzbe sem kerül, ezért te csak nyerhetsz rajta. Amúgy mi is szívesen segítünk átnézni a biztosításaidat. És még az állambácsi is segít. Az állam nyugdíjcélú megtakarításokat 20%-os adó jóváírással támogatja. Nem fogod elhinni, de hogy ez pontosan mennyit jelent,
arról már írtunk bővebben a blogunkon. Leírásban megtalálod. Röviden, ez azt jelenti, hogy ha például nyugdíjbiztosítás keretein belül teszel félre idős korodra, megtakarításodat évente akár 130 ezer forinttal is gyarapíthatod, az általad befizetett összegen felül. Ha önkéntes nyugdíjpénztárt is indítasz, akkor további 150 ezer forint járhat a megtakarításodra. Tehát hosszú távon mindenképpen jó ötlet lehet egy hivatalos nyugdíjcélú megtakarítási formát választanod. Mindig tervezetten vásárolj. Ha valami megtetszik a boltban, kérdezd meg magadtól, valóban szükségem van erre? Ha nem tervezed a megvételit, akkor várj néhány napot, és csak akkor vedd meg, ha később is úgy gondolod, hogy nem tudsz nélküle élni. Ha ezután is nélkülözhetetlen, akkor szerezd be. De mindig tarts szem előtt a jövőbeni igényeidet a jelenlegiekkel szemben. A spórolás egyik fontos eleme az is, hogy a nem használt dolgoktól megszabadulsz. De nem úgy. Manapság az interneten szinte bármit is el lehet adni, ami pedig neked kacat, az könnyen lehet, hogy másoknak érték, és hajlandó érte pénzt is áldozni. Fotózz le a nem használt cuccaidat, és tölts fel őket a Facebook Marketplace-re, a Jófogásra, vagy bármelyik más online piac térre. A befolyó összeget pedig fektesd a megtakarításaidba. Szerszámok, könyv, bicikli, filmek. Ezek olyan használati tárgyak, amelyeket sokan megvesznek, aztán egy-két használat után soha többé nem kerülnek elő. Autó. Ha nem használod minden héten háromszor, lehet, hogy jobban jársz a bérelsz időszakosan. Nem kell mindent folyton megvenni, birtokolni. Mindent is ki lehet bérelni. Egy prótip. Kölcsön is lehet őket kérni. Tetszik egy könyv? Kölcsön ezt ki, olvasd el. Elutaznál, de nincs autód? Bérelj pár napra egyet, és használd, majd vidd vissza. Elmennétek túrázni a pároddal, de amúgy nincs biciklitek? Feleslegesen vennétek kerékpárt, simán tudsz bérelni azt is. Kell egy fúrógép? Kérd kölcsön a szomszédtól. Vagy ha nem kell, akkor is kérd kölcsön, és nyugodalmas lesz a hétvégéd. Wow! Lényeg, hogy mérd fel reálisan, mennyit használsz egy-egy tárgyat. És vesd össze a bérlés és megvásárlás, valamint fenntartás költségeit. Sok esetben meglepő eredményt fogsz kapni. A spórolás sokkal inkább apró viselkedés minták összessége, mint egy nagy erőfeszítés eredménye. Spórolni mindenki tud, és minden eszköz a rendelkezésünkre is áll, hogy sikeresen elérjük a pénzügyi céljainkat. Ha profi segítségre van szükséged a pénzügyi tervezéshez, akkor keresd meg minket, és beszéljük meg a részleteket személyesen. Ha érdekelnek a pénzügyi témák, kövesd a csatornánkat, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és kezdj el spórolni most azonnal!